Köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, kedves vértestvéreim! Én Oszkár vagyok, és egy szívességet szeretnék kérni most tőletek. Még erre nem nagyon volt példa a csatornám történetében, de tudjátok, olyan ez, mint amikor az ember elkezd egy jó kaját enni, vagy egy kevésbé jót, mindegy, amiről azt hiszi, hogy nem olyan jó, de azért elkezdi enni. De az is lehet, hogy bizakorva ült le, teljesen mindegy, és menet közben megjön az étvágya. Tehát ezt most ha rám kivetítve, ezt az alatt kell érteni, hogy ugye amikor még ilyen 40-50-60 feliratkozója van az embernek, akkor még úgy szépen csinálgatja, csinálgatja, nem hisz abban, hogy valaha sokkal több lesz, de aztán meg lesz az első 500, ezer, aztán 2000, 3000, 4000, és most ilyen nemrég lépett túl a csatornám a 4000 ig feliratkozón, amit így utólag is még egyszer köszönök nektek, és euh, szeretnék még több embert szeretnék még több feliratkozók, szeretnék még több nézőt, és ezt én úgy vélem, hogy csak és kizárólag rajtatok keresztül tudom eredményesen elérni. Tehát konkrétan nektek annyi lenne a feladatotok, hogyha segíteni akartok nekem, hogy kiválasztatok egy videót a csatornámon, ami tetszik, de akár az összeset is kiválaszthatjátok, lényegtelen, Ö, szóval a lényeg az, hogy minél több videómat osszátok meg Facebookon, Twitteren. Ugye ezt én már többször, sőt gyakorlatilag minden videóm végén el szoktam hadarni, hogy, hogy lájkoljátok, osszátok meg a videót Facebookon, Twitteren, iratkozz fel. Csak annyira sabló szövegé vált ez már a csatornám végén, mármint a videóimnak a végén, hogy szerintem senki nem veszi komolyan. Tehát amikor ezt meghallja, akkor általában X. Hogy na, akkor most már csak így elmondja a mondókáját Oscar, aztán nézzünk valami más. Pedig számomra pont ez lenne ugye a lényeg, tehát a megosztás. Mert hogyha megosztasz egy videómat Facebookon mondjuk vagy Twitteren, de inkább Facebook, akkor azt a te ismerőseid is látják, hogy na, te megnéztél egy videót, és az neked tetszett. És mivel látják, ezért lehet, hogy ők is rákattintanak, megnézik, és lehet, hogy nekik is tetszik. És hogyha nekik is tetszik, akkor lehet, hogy ők is fel fognak iratkozni. Megnézik és lájkolják. Aztán lehet, hogy ők is megosztják, és akkor ilyen piramis játékszerűen ez így terjed. Ugye előző csacsogjunk videóban ott röviden kifejtettem, hogy miért nehéz érvényesülni kezdő Sőt, még akkor is, hogyha nem annyira kezdő már az ember. Tehát vannak olyan emberek, én is ismerek néhány olyan YouTube-ost, aki már évek óta nyomja, és 200 feliratkozója van, pedig rendszeresen csinálja a videókat jó minőségben. Szóval, hogy ez nem attól függ, hogy valaki YouTube-on úgymond ismertebb vagy sikeres, hogy milyen minőségi videókat tölt fel, mennyire jó az, amit csinál, hanem hogy egyáltalán hallanak-e róla az emberek, tehát hiába lehetek én akármilyen jó videós, hogyha nem tudja senki, hogy én létezek, hát érted. Na és ezért kérnék benneteket arra, hogy választhatok egy videót. Például most, hogy ne az én saját csatornámon mutassam ezt be, most rámentünk Szabinak a csatornájára, és na neki ugye itt vannak ezek a szériusz szemrészek, de például itt volt ez a Szabi kedvenc játék, a Worms Armageddon. Na, akkor erre most rákattintok. És akkor Sziasztok, ilyen szépen elkezdi mondani a szöveget. Mindegy, én nézem a videót, és tetszik. Úgy döntök, hogy hát ez rohadt jó. Ezt, ezt, látnia kell mindenkinek. Jó, akkor tetszik, már tetszik, hát nem is ezt a videót. Mindegy, ez annyira nem lényeges. De a megosztás. Itt van a megosztás gomb. Na erre szépen rákattintunk, és itt egy csomó-csomó-csomó közösségi tudsz megjelenik. A nagy részét azt se tudom, hogy mi. Tehát itt bal oldalon a Facebook, ez a legfontosabb. Utána ugye van a Twitter, Google+. Tehát mondjuk, hogy ez a három. Akkor van itt még ilyen, hogy Blogger, akkor Tumblr, Reddit, stb. És ezeket majd nem is ismerem. És akkor úgy döntesz, hogy na, ezt a videót látnatok kell. A barátaimnak, az ismerőseimnek, mindenkinek, aki engem velem kapcsolatban van. Facebook. Rákattintasz, automatikusan berakja ugye ezt a videót, Szabi kedvenc játék a Worms Armageddon, és úgy írjunk erről valamit, hogy, hogy fú, mit tudom én, Ö, tényleg tök jó ez a játék, abszolút hozza a régi worms hangulatát. Nézze meg mindenki! <laughs> worms, Wormsök ök Jó jól értem, igen és akkor puty megosztod, ennyi. De nem is muszáj szöveget beírni, elég, hogyha csak puff megosztod. És akkor nekem most itt Facebookon ugye fel vagyok ide rakva, na most már itt frissítem egy pillanat alatt, és, ja igen, ez persze a, nekem a saját oldalam, várja, akkor lehet, hogy a a igen, a Facebook, konkrétan a Facebook profilomra posztolja, igen, és akkor itt tényleg tök jó ez a játék, abszolút hozza a régi vermszög hangulatát, nézze meg mindenki. Na most nekem ugye vannak ismerőseim Facebookon, 294, ezek elvileg, hogyha úgy állították be a követési beállításaikat, hogy figyelemmel kísérjék azt, amit én csinálok, akkor az idő, tehát a üzenő falon ez így megjelenik. Hogy Oszkár valamit üzent a barátainak, ismerőseinek és nektek is ez ugyanígy van, van 200 ismerősöd mondjuk, akkor azok mind látják. Tehát így az esélyeimet, vagy annak a videósnak az esélyeit, akit kedveltek, jelentősen növelitek. Tehát így lehet feliratkozókat generálni egy kedvenc videósnak. Szóval én csak annyit szeretnék kérni, hogy a belátásodok szerint döntsétek el, hogy én számotokra mennyire vagyok szimpatikus, ilyesmi szeretnétek-e azt, hogy ez a nagyszerű Tábor, ami kialakult itt a csatornámon, aminek nagyon örülök, ez még jobban kiszélesedjen, még nagyobb számok kerüljenek fel. És hogyha így döntötök, akkor időnként legalább, ha nem is mindegyik videómat, de időnként osztatok meg egy-egy videót Facebookon, Twitteren, ahogy azt a videóim végén el szoktam mondani, és ezzel az esélyeimet drasztikusan növelni fogjátok. Na, hogyha így tesztek, így cselekedtek, akkor én azt szeretném megköszönni nektek így előre is, meg utólag is. Öh, és hát további szép napot kívánok, ez a videó csak erről szólt. Na, kösz szépen, hello!